Sziasztok! Majd igazán különleges hangszermustrával jelentkezünk, ugyanis ez lesz az első Csináld Magad adás, ahol megmutatja nekünk Honfi Imre Olivér, hogy hogyan kell didlibót készíteni. Úgyhogy ezt át is adom neked. Köszönöm. És sok sikert hozzá! Szóval, azt tudom, hogy kell hozzá egy deszka, eddig jutottam el körülbelül, így meg van. Már láttam ugye egyben a hangszert, de megköszönöm, hogyha megmutatod lépésről lépésre, hogy más is meg tudja csinálni. Jó. Hát akkor vágjunk bele. Csinálunk egy teljesen autentikus didlibót, ami egy húros lesz, és hangolhatatlan, és nagyon jó lesz szerintem, de azért benne van az, hogy nem sikerül. Így az izgalmas. Így van. Tehát most gyakorlatilag bele fogjuk ütni itt a kis izébe. De tulajdonképpen szeretünk egy bármilyen deszkát. Bármilyen, az udvarban, így van, vagy a garázsban, vagy a konyhában. Bárhonnan lehet, és akkor beleverünk két szeget. Nyilván lehet máshogy is. Én most ezt gondolom, hogy ez fog működni valahogy. Na minden lényeg az, hogy kifeszítjük a két pont között ezt a kis húrt, bár igazából az autentikus didlibó az vastag húros, tehát nem ilyen vékonyka, ez is egy, szerintem egy A-húr, ahogy nézem. Te jó, hogy összebogozódott, nem baj. Jó, és akkor ugye ez a bow, ez a vonót is jelenti, vagy akár az íjat is, ha jól emlékszem. Tehát nem tudjuk, hogy mi volt előbb az íj, vagy a hangszer. Megcsinálták a hangszert, és később mentek a vadlovakat lelőni vele. Úgy, szépen, így, és egy annyi érdekesség, hogy itt ez szép lassan avanzsált ezekbe a kis afroamerikai közösségekbe, gyerek hangszerré. Általában a gyerekek játszottak rajta, sőt, csak akkor kezdték el tanítani a gyerekeket gitározni, amikor látták, hogy a didlibon valami értelmes dolgot tud kihozni. És nem tudom, hogy ebben bele... Először is egy jó húrláb, ez egy jó kis csavar. Ezt is bármelyik háztartásban felelhetjük. És aztán az eredeti didlibó az akusztikus volt, nyilván vagy a tornácnak a gerendájára húztak ki egy drótot, vagy egy ugyanilyen kis lécdarab, és egy konzerves doboz, ami ugye akusztikusan egy kicsit felerősítette a hangokat. Olyat is láttam, hogy hajópadló, hát fönn volt az égbe a vége, és a figura szembe ült vele, és csipegette. Na, és akkor igazán mi van? De ez gyakorlatilag a hangolása az eddig tart, hogy az ember húzogatja ezt a üvegcsét, és mivel ez elég mobil, ezért beleverünk egy szöget. Már hogyha nehogy szétüssem ezt az üveget, mert ami citrusolaj van benne, úgyhogy nem szabadulnátok egy könnyen a illatoktól. Jó. És akkor itt, hogy nem elég feszes, akkor még a húrlábbal tudunk húzni rajta egy kicsit. Uh-huh. Jó, és azért praktikus a csavar, mert ez nem pörög el. Na és ugye, mivel a modern világban élünk, szerzünk egy jó pick-upot, vagy ha nem jó, az se baj, csak szóljon. És akkor ezt oda be, nyomatjuk. Az Andy-ból mindegy, ez most, igen. Hát nem tudom, hogy ezt is érdemes rögzíteni nyilván. Most arra hoztam két kis csavart, vagy csavart, szöget. Ezt is meg lehet csinálni. Egy. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy volt a Lonnie Pitchford nevű figura 80-as években, aki ismertté tette széles körben ezt a hangszert. Olyannyira, hogy amikor meghalt szegény 98-ban, na, jó, ha nem foglalkozunk, egy is elég. Amikor meghalt szegény, a sírkövének az oldalára rászereltek egy didlibót, ami működik. Igen. Igen. Aki elmegy, lerakja a koszorút, vagy a virágot, és tud játszani egy futamot is. Ez milyen szép. Igen.
Jó, tehát ez most így. Ez a világ leggyorsabban összerakható hangszere. Így van. Kezdem azt gondolni. Köszönjük szépen, fel is hagyunk a zenéléssel, és szerintem ezeket fogjuk árulni. Nagyon köszönjük, hogy megmutattad nekünk. Szívesen. Zseniális volt, és nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!